a gyermeki álmok a legszebbek. Időről időre térjünk vissza ahhoz a kölyökhöz, aki egykor voltunk, s vessünk számot önmagunkkal. Kérdezzük meg, hogy vajon megtettünk-e mindent az álmainkért, a vágyainkért, azért, hogy azt az életet éljük, amit egykor magunknak kívántunk. Kérdezzük meg azt a gyermeket, aki őszintén hitte, hogy az ég mindig kék, a tenger egy barátságosan ringatózó szelíd víztömeg, a hegyek az égig érnek, a napot a jóisten kapcsolja ki és be, és hogy az emberek mindig jók. Kérdezzük meg, hogy most, ennyi év után mit érez? Merjük bevallani, hogy talán nem mindenben volt igaz annak az ártatlan gyermeknek, de ismerjük el azt is, hogy a világ így is szép. Az ég szépségét akkor sem tudjuk kétségbe vonni, ha fellegek borítják. A tenger csak izgalmasabb a hullámoktól, és csodálatos látvány, ahogy a víz a zátonyt ostromolja. A napot talán nem Isten kapcsolja ki és be, de valahol minden reggel mégis az ő csodája. A legtöbb ember pedig igenis jó. Még akkor is, ha vannak, akik idővel elveszítik lelkük tisztaságát. Kérdezzük meg a gyereket, hogy büszke ránk. Akár azért, mert teljesült az álmunk, akár azért, mert képesek voltunk változtatni az eredeti terven. Igen, én is eltévedtem. De elfogadtam, hogy mást szánt nekem a sors. És élveztem a kalandot, ami a helyes útra vitt. Élvezzük az élet kihívásait. Ne essünk kétségbe, ha hibázunk. Mindegy, hány pofont ad a sors. A lényeg, hogy felálljunk és elinduljunk a célunk felé vezető úton, mert az már maga a siker fele. Ha hallgatsz a belső hangodra, tudni fogod, merre menj, és miért küzdj, mert a benned rejlő gyermek még évtizedek múlva is a régi álmokról suttog majd neked. Ezekért az álmokért élj, és hidd el, hogy minden nap új esélyt hoz, és minden nap tehetsz azért, hogy a gyermeki éned büszkén nézzen vissza rád.